Na, sziasztok! Mai videóban új bundás kenyeret próbálok csinálni. És kell hozzá, hogy látjátok, ott van a tojás, rögtön kenyér, legfontosabb, meg lapkasajt. Hát ez most ilyen nem lesz, tehát valami fópos, de hát mindegy, ez volt olcsóért. Meg akár bundás kenyérre jó lesz igazából, csak az kell, hogy ráolvadjon. Arra meg ez a jó. Egyébként ez a lapkasajt az nagyon másra, amúgy se jó, csak hamburgerbe, meg bundás kenyérbe. Viszont van ez a kicsit már száradó kenyér, úgyhogy ez bundás kenyérnek meg tökéletes. És akkor mindjárt is kezdjük. Na. Törjük fel a tojást. Minden ott kezdődik. Feltörjük a tojást. Nem is tudom, mennyi kéne. Hát mindegy. Szerintem ezt csak, hát mondjuk, de fölösleges mindet feltörni, hogyha aztán nem használom el. Most tudom, mennyit kéne először, de még egyet belecsapok, aztán meglátjuk, hogy magad. Aztán mindjárt föl is kell verni. És fölverjük a tojást, ugye, ahogy tanult mesterünktől tanultuk. A kiráadású földi. És akkor és hogy megfürdetjük a tojásba a kenyeret, aztán meglátjuk, hogy mennyi marad. Tojást neki, aztán maximum majd még fel kell verni még egy párat, ha nem lesz elég, hát pedig úgy látom, hogy nem lesz elég, vagy maximum kevesebb, hát na. Félig megrágottat, azt ha nem muszáj, akkor nem. Ennyit csináljunk. Hát mindegy, hát akkor most már mindet. Na. Hát akkor szerintem még egy tojást az bele kell dobni. És akkor folytatjuk. Belevertünk még egy tojást. Hogy is hívják? Na, a villanyvezetéket nem főzzük bele. Sikerült, mert egyébként azt is, az előző szendvicsütőmet így nyírtam ki, hogy rácsuktam a meleg szendvicsütőre a villanyvezetéket is, aztán mire észrevettem, addigra megégett annyira, hogy már nem mertem de többet használni, inkább kidobtam. Végül is 18 évig jól szolgált, aztán ilyen balesettel meg úgy elintéztem, mint hogy sose lett volna. És akkor most ugye zsír már fagytán van, bár még van még egy a fagyóba, de hát azt most ha előveszem, akkor nem fog kiolvadni, úgyhogy szokásos sütőolaj, most ezzel ezt csinálva. Aztán nem tudom, hogy ebből mennyi kell, majd igyekszem kitalálni. Ebből kis is nyitva. Tehát itt van még egy, ebben meg még alig van, szerintem ennyi elég is lesz, és akkor nem kell kinyitni a másikat. Mindegy, akkor ezt legalább el lesz használva. Hogy is szokta a mester mondani, hogy úgy van oda, amik ez nem az, ez ékolaj, aztán azt szokta mondani, hogy ékolaj. Jó, petpalack az majd megy a gyűjtőbe, és akkor gyújtsunk alá. Meggyulladtál, cínje, meggyulladtál. Na azért. Jó, meggyulladt. Most már ti is látjátok. Oké, okay. Az első versenyző már benne is van. Kicsit visszavettünk a lendületből. Ja, a felirat a stílszerű rajta. Nincs. Mindegy, ez a jó öreg fakanál marad.
Csak mert valahogy meg kell majd fordítani. Na azért. De még nem. Mindegy, most visszavettük felére a teljesítményt. Most már egész bundás kenyér kinézete van. Ja, és csak közben meg kell hámozni a sajtot. Le kell hámozni a negyvont erről a sajtról. Ez az egyetlen baj ezzel a sajttal. Rátesztük a sajtot, hadolvadjon rá. Itt van. És így tovább. Előbb-utóbb mindegyik el fog készülni. És mondhatnám azt is, hogy nem főzni fogunk, hanem sütni fogunk. Hát az a részével meg mi van? Mindegy, majd visszafordítom, most már jó van az új. Csak mintha ott a szélén nem sült volna meg. Na mindegy, nem lehet minden tökéletes. Hát szóljon. Megint vannak rajta. Mintha az meg nem sült lenne, de hogy mitől? Jó, most a Discordon nem élek rá, egyébként valószínűleg melyik ratkoznak a többiek. Hozzal meg nem tudok mit kezdeni. Kipróbáltam már a pásztor a játékot, de hát nem tudtam fél óránál tovább játszani velem, egyszerűen nem köt le. Úgyhogy az nem az én világom a Minecraft. Azzal majd játszik más. Na, egy kicsit visszafordítom, aztán hátra jobb van. Esetleg egy kis minesó, ugye? Ez meg ez forró. Oda égetem az esetben. Jó, megsütötte a kezemet, megfogtam buszta kézzel a kenyeret. Nem elkezd fogyni, baszki, ez meg elesik, nem baj. Rá a sajtot, hadd olvadjon. És itt az utolsó. Ilyen már fogytán van az olaj is. Ezért nem sül, mert kevés az olaj. Aha. Jó, most már legalább ezt is tudom. De most nem vasolok már rá minek. Erre az egyre. Az utolsó majdnem lesz jól megsülve. Olyan is valamelyik kicsit odaégett, úgyhogy mondhatni átlagban azért csak összejön. Na mindegy, mindegy az utolsó pár csepp odajat legalább elhasználjuk valamire. Itt fogyott el teljesen az alany, úgyhogy zárjuk is el. Kell még hozzá egy kis marhaerős szósz, hogy valami csípője is legyen, meg egy kis bolti paprika, hát sajnos a hazai már elfogyott, úgyhogy ez bolti, de remélhetőleg azért ennek is lesz csípője. Ennek meg sajnos tönkre ment a kupakja, úgyhogy ilyen bűvészkedéssel lehet belőle csak kiszedni a szósz, meg vigyázik, hogy nehogy túl sok menjen rá egyszerre. Akkor nézzük. Na jó. Ez a jobban sikerült.
menzióból való. A paprikát is mindjárt. Hát itt még semmi eleje nincsen, de lehet, hogy majd a Sumája környékén már lesz. Mert azért vettem ezt, mert ezt erős paprikaként árulták, aztán meglátjuk, mennyire lesz az. Hát akkor ennyi. Ez így ennyi volt, kis rögtönzött videó, köszi, ezt is megnéztétek. Sziasztok!